Na, akkor adjunk az egészséges életmódnak, bármilyen furcsa. Majdnem minden nap szoktam az utcán tartózkodni, de hetente legalább egyszer. Lejövök a Szent István Parkba, és itt próbálok egy kicsit mozogni. Kedves barátaim, közeleg május 1-e. Az idő az úgy, ahogy szépül. És május 1-én az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, a Magyar Szolidaritás Mozgalom felhívásához csatlakozva részt kíván venni egy autós tüntetésen a Hősök terén a Városligetben. Ám itt áll Isten, amint ezt bejelentettük, a rendőrség standapityere be is tiltotta, bár hozzátették, hogy hát még addig változhat a törvényi helyzet. Tehát mi nagyon reméljük, hogy meg tudjuk tartani ezt az autós felvonulást, hiszen hangot akarunk adni annak a kezdeményezésünknek, amely szerint Magyarországon végre lépjünk egyet érdemben a munkabérek szintjének megemelésében, és ezért mondjuk, hogy Magyarországon jelenleg a minimálbérnek havi nettó 250 ezer forintnak kéne lenni, egyszerűen azért, mert a magyar gazdasági realitásokból ez simán következik. Tisztelt barátaim, remélem május 1-én tudunk találkozni a Hősök terén.